Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech Barát a csatornáján, én Gábor vagyok, és hát ma este is, ahogyan tegnap is, a mérkőzéssel fogjuk folytatni a közvetítések sorozatát. Köszönöm szépen, Peti, szevasz! Hát ugye a tegnapi nap folyamán sem úgy alakult eddig az eredmény, ahogyan ezt zsombiék talán eltervezték, vagy, vagy hát várták volna, hiszen ugye eddig már eléggé sok mérkőzés lezajlott az ESA main szezonjá, 48. szezonjából, ahova ugye zombiék a múlt kör, illetve múlt uh, tavalyi évi uh, intermediétből feljutottak egy, uh, egy abszolút uh, meggyőző és nagyon jó játékkal. És, uh, és hát eddig sajnos nem úgy adta ki a lépés, uh, ahogyan azt ők uh, szerintem elképzelték. Nyilván erős, csapat el, uh, erős csapatok ellen játszanak, és, uh, és hogyan Zsombi is elmondta, ugye azért próbálkoznak uh, a mapul bővítéssel is, tehát hogy pályát játszanak de voltak azért itt kisebb csapaton belüli problémák is, inkább talán fejekben, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a mai napra igaz, hogy nem sok időt eltelt a tegnapi meccs óta, összetudták magukat kapni, a mentál ott lesz, és a The Last Resort ellen e, tudnak majd bizonyítani. De hát mielőtt még a The Last Resortról beszélnénk, nézzük is meg, hogy hogyan alakult eddig az idei szezon. Ugye a Team All ellen kezdtek, és hát onnan látjuk, hogy 11-13, 8-13, aztán a Asia ugye nem állt ki ellenük, hogy ez egy FFV lett, és onnantól kezdve ismételten három vereség, de kijevelném azt, hogy az eddigi hat vereségből, illetve bocsánat, öt vereségből tulajdonképpen kettő, öt, három is 11 13 az zárult, és nüansznyi múlt igazából az, hogy akár ot menjenek el, vagy ellenkező előjelű legyen a végeredmény, úgyhogy igazából nem mondanám azért azt, hogy köszönöm szépen a, a csírtet és az egy bitet. Így van, nem a győzelem a lényeg, hanem az út, ami oda vezet. Pontosan. Szépen lassan azért el kéne kezdeni egy-két győzelmet gyűjteni, ugyanis a mindből azért ki lehet esni is. De hát ma a The Last Resort ellen. Az ellen a The Last Resort ellen, akik viszont hát azért eléggé mutatós eredményekkel érkeztek meg. Igazából az elmúlt hat meccsükből Uh, talán ők 6 vagy 7-et játszottak már ebben a szezonban, 6-ból uh, kettő vereség volt mindösszesen. Egy brit csapatról van szó minden igaz, illetve hát többségemben britek vannak, ha jól látom, illetve egy-két, kettő ír csapattárs, tehát azért gondolom, hogy inkább Szigetország beli csapat lehet, úgyhogy most én brit ként fogom őket megjelölni, <coughs> Sajnos ezt a feesit uh, ugye nem írja. És hát a vétóig még igazából van időnk, úgyhogy uh, nézzük is azt meg, hogy uh, a pályás statisztikákkal, hogyan állnak a csapatok. Ugye múltkor láthatunk ki, tehát tenapi nap folyamán egy nyúkot. É, nyúk volt? Mindjárt megnézem, egy pillanat csak puskáznom kell, hogy, hogy valóban, valóban, jól emlékszem el, ugye a statisztikán negyedik negyedikén így van nyúk volt, az utóbbi kettő pályájuk az nyúk volt hát azon ugye nem sikerült. Még mindig a mirázs az, ami lehet ugye ez az intermediate szezon eredményeit is egybe van, vagy tehát mindenféle fészítes statisztikát egybe gyúrva ő, áll össze, tehát még mindig Mirage az, ami hét lejátszott mérkőzésből 6 győzelmet jelent, Azért a többi pályán is már játszottak, Anubis az valószínű Insta, és hát Anubis elég sokat játszottam ugye a The Last Resort, de nem nagy eredményességgel. Én sem viszont nem úgy, hogy itt érdekes pikkek, bannok lehetnek majd, Infimirás sem nagyon játszottak, én sem én Anubis sem mondanám, tehát ők igazából ilyen vertigo, over és nyúk, én talán azt gondolom, hogy overre fogják ezt kihozni, amivel a, amúgy zombiek is szerintem kifognak uh, ki fognak békülni, vagy meg fognak elégedni. Úgyhogy uh, hamarosan lát, <coughs> bocsánat, látni fogjuk azt, hogy, uh, hogy ez valóban így lett, -e? hasonlóképpen gondolkodtak az -e adott esetben, uh, mint amúgy én, vagy mint uh, ahogyan én. Uh, szóval én Anubisra igazából nem számít. Anubis ugye zsombéknál egy instaban, tehát uh, náluk az, a semmiképpen nem fog. És kicsit, amíg uh, még bannolják itt a szervereket, beszéljünk arról, a beszélek arról, hogy azért nem egy egyszerű szezonról van szó, hiszen ugye itt nagyon sok olyan csapat van, és sok olyan csapattal találkoztak már zsomborék, akik ugye uh, már az Openből estek vissza, ugye ide mainbe, tehát eleve egy két szinttel magasabb uh, erőt képviselnek uh, a játékosok, csapatok, és hát itt igen, amikor a megnyitom ugye a csapatoknak a, a listáját, azért uh, nem egy csapatnak a tagjai a, a top uh, kategóriákban faceit legalábbis a Faceit rangsorolása szerint vannak benne, ugye a top 1000-ben, tehát azért azért az nem rossz. Tehát, és ahogy John is elmondta, hogy a múltkori interjút alatt, a múltkori mérkőzés utáni interjúban igazából itt ugye a csapat egység is nyilván sok mindentől függ, és hát voltak olyan mérkőzések az utóbbi időben, ahol a morál az nem éppen találkozott azzal, ahogyan tehát nem éppen egyezett meg, és volt ült csapatra, ami ennek kellett volna legyen. És hát ugye nem mellesleg azért ott van még az a tényező is, hogy, hogy hát azért itt másképp Itt vissza is lő az enemi, hogy talán, hogyha fogalmaztatok így, ami nem jelenti nyilván azt, hogy az intermediate zombik úgy jutottak el a, a feljutáshoz, vagy a feljutásig a rájátszásig, hogy, tulajdonképpen az enemy azt tudta, hogy hol van, nagyon kemény meccsek voltak, sőt, hát ne emlékezni, hogy a a na'vi javelins elleni hatalmas nagy fordításra, ahol már a 2-0-hoz volt pontja a na'vi javelinsnek, és és ezzel búcsúzott volna a, a, a feljutástól is, tehát maradtak volna intermedia és 12-7-ről mirázson visszajöttek overtimera, aztán megnyertek, és utána a decider mapon, talán az ancient volt, ott pedig ö, tudtak győzni, úgyhogy ö, ha, ha, úgy jön ki a lépés, illetve hogy ha, olyan napot fognak ki a srácok, akkor mindenki nagyon jól tud lőni, csak hát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy enemiben is általában olyan csapatok vannak, akik azért uh, szintén eltalálják. Na, és akkor hamarosan a vétó meg is fog kezdődni, már csak kettő szerver van hátra, ami közül majd a Manage Self kikkelni fog, illetve hát, uh, bannolni fog és utána akkor érkezünk is, illetve mutatjuk is a vétót, és hát nézzük is, hogy ki fogja kezdeni, de akkor kanyarodjunk is át rá. E, na, haló? E, e, ha, mi, mi, miért nincsen vétóm? Hol a vé... Pedig hát beírtam, pedig az van oda beírva. Na, még egyszer. Jaj, most nem mondjátok, hogy ez egy security issue vagy miatt nekem. No, <laughs> lehet, hogyha bétát beírom, megpróbáljuk a bétával. Lássunk valamit. Nem, azt se fogja engedni. Ó, nem már, ne. Ah. Jó, hát akkor vétót sajnos nem látunk itt, van, hogy más, hogy kitalálom, hogy, hogy tudjak nektek mutatni, illetve prezentálni. Lehet, illetve megvan, hogy hogyan fogom mutatni. Ja, mondjuk egy egész egész egyszerű megoldásom van rá. Ö, következő alkalommal akkor akkor majd az lesz. Addig meg higgyétek el, hogy, <laughs> hogy overpass-t választották, úgyhogy hogy addig egy kicsit így visszatekintve az eredményekre, tehát erre számítottunk, hogy overpass pick lesz. Úgyhogy hamarosan akkor ezzel a mappal fogunk érkezni, addig egy kis szünet következik, én elküldöm a tiketet, hogy megkapjam a Csétévét, megírom nekik, hogy azért jól lenne nem lelőni, ugye valószínűleg a 90 perces dilé miatt az IP ugye a mérkőzés végén egyből megszűnik, csak hát ugye így a 90 szeket nem várja be, és ezért volt az, az utóbbi két meccsen, hogy véget ért a mérkőzés már kb. az utolsó körnek a, az elején, úgyhogy, hogy ezt is megpróbálom velük megbeszélni, hogy ugyan légy szíves, ne lőjék le. Na a lényeg, hogy overpass jön, nem sokára jövök vissza, és kezdődik a mérkőzés, addig is türelmeteket kérném. És hát ahogyan ígértem, <coughs> folytatódik is a játék, <coughs> a késkörrel természetesen. Üdvözlök mindenkit! <coughs> Szia Krúli! Szia Denix, Memeske és a többieknek is Youtube-on, facebook -on, illetve természetesen Twitch-en. Hát ugye késkörrel kezdünk, hiszen BO1-ről van szó. És hát ismételten egy overpass, eddig igazából nyug overpass volt legtöbbet ebben a szezonban a... Manager self mappujában, és meg is van rögtön a kettős ember előny, már a hármas is, úgyhogy mi döntjük el, hogy hol kezdjük. Volt már ilyen, nyertünk már késkört nem egy alkalommal, és sajnos nem sikerült ezt győzelemre váltani, illetve előnyt kovácsolni belőle. Hát gyanítom, hogy a manager self most oldalt fog majd váltani, és CT oldalon kezdi szerintem a az összecsapást. De mindjárt kiderül. is van. Ah, és akkor írhatom át a izét a fenébe. A uh, swap. Aha. Kicsit bele kell nyúlnom a, a scriptbe, egy kis türelmet kérnék gyorsan <kül> átírom. Ugye látnék is valamit, hogy helyesen jelenjenek meg a sorrendek, illetve ne lássátok a kócsot. Um... Ó, oh, Atténak el kellett volna tűnnie. <tűnt> miért nem tűnt el, Ati? Azt mondja, hogy. Ja, igen, miért nem tüntettem el? Na, mit szóltok hozzá? Kicsit kézzel kell ugyan bele e, nyúlni, de, 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 megoldottam. Jaj, köszönöm szépen. Hát valószínű Memeske nem viselkedett jól, és azért kapott bant, úgyhogy e, majd megvizsgáljuk. Azért ez nem úgy működik, hogy a légy szíved le a listáról. E, nem, tovább, nem továbbra sem, és nem is próbálkozzatok, mert akkor te is kapod a bant. Na de, koncentráljunk a mérkőzésre, CT oldalon fog kezdeni. Iszom, majd iszom, de hát most úgy családod. CT oldalon kezd a manager yourself, és megoldottam most is azt, hogy hát a számozásokon ne lepődjetek meg, lesz 10-es, 11-es, ugye itt látjátok a nevek mellett, tisztelek, közben megvan a nyitókír Ádámra, NMJC-re, ugyanis hát ugye az edzők miatt a, a slotok azok teljesen összezavarodtak, de legalább annyit meg tudtam csinálni, hogy az edzők ne legyenek jelen, és a lemaradó játékosok is jelenjenek meg. Közben Zombitól egy hatalmas nagy, illetve GBK kapott egy hatalmas egy felejest Flikitől, és a bomba pedig lekerült Bírakóra. Uha, ez így nem lesz annyira jó. Heaven-ben vannak kint, úgyhogy ezt innen eléggé Nehéz lesz, spotolt a Lancer fizit, de fizit gyorsabb volt. 3 vég 2 t kéne hozni a Szelexnek, illetve Zsoltinak. Mindegy ott vannak amúgy szájton, és ott hát tartják, tartják heaven és tudják, hogy heaven van kirakva. Szedi a bombát. Ó, oh, Flikitől mekkora fejes. És a Zsolti ugyan tud rá válaszolni, de Bigun végül is befejezi a kört, és ketten is életben maradnak. És a The Last Resort nyeri az első kört, a pisztolykört a Manager's Elf ellen, és már is egy szünet ami érkezik. Régen volt, tavaly augusztusban? megnézem majd. Hát van, amit az idő nem szépít meg. Azért kérdezzétek meg, az esport egyeseket vannak azért ott is. De ha Ferka nem fogja megérteni, akkor Ferkának adok egy... Sőt, na, nem, még nem. Ferka utolsó szóli, felszólítás. Ha még egyszer próbálkozol, akkor először egy T-ot kapsz, utána te is kapsz egy band. No. <tosz> Úgyhogy egy nullánál szünet. Valószínűleg technikai, mert nem csapat időkérés volt, hanem valami fajta technikai probléma lehet, és így van, látjuk, és amúgy, hogy igen, ennek roppant mód amúgy, hogy kibelépkedtek, mert így most a slotok azok megint fölfognak, fognak bazd meg cserélődni, és írhatom át kézzel azt. De várjátok, mondjuk át tudom ide húzni az ablakot. Hát nem kell húznom, jó. Igen, ugye a problémám az, hogy megtaláltam a scriptnek a JavaScriptben azt a részt, ahol ugye a, a, csapatok ki vannak listázva, ugye itt a jobb és a bal oldalon, és hát ezt igazából egy ciklusban simán van meghívva. Csak hát ugye a ciklus nem annyira okos, nem tudod felkészíteni arra, hogy, hogy ugye tudja azt, hogy melyik lesz majd a coach az adott csapatban, hiszen a coachok, amikor belépnek, kapnak egy slot számot, és, és ugye ez tök random. Tehát ezt előre nem lehet tudni. Nagyon ilyen azonosítóról én nem tudok, ami igazából egy kócsot megkülönböztetne a többi játékostól. Ha lenne ilyen, akkor talán bele tudnám írni, de azért annyira nem vagyok egy profi ebben, JavaScriptben, úgyhogy hát favágó módon annyira azért értek, hiszen azért részben ez a munkám, értek a szkripteléshez, hogy, hogy átírtam favágó módon a dolgot, és, és ugye így, amikor a mérkőzés elindul, akkor megnézem, hogy ki hol játszik, illetve hogy az edzők milyen szlotot foglaltak el, és akkor át tudom írni a, a, a helyeket manuálisan, úgyhogy, úgyhogy, ennyi. Hát igen. Amú... nem, nem, nem print, de, de azért. Én még azon gondolkodtam, igen, hogy mondjuk a, 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 az esetében, nem is nagyobb ez a szkriptnyelven, hogy ismerős, mert autóhot szoktam egy csomót, meg ugye PowerShell-ben vagyok még otthon. E és. E és ugye az van, hogy. E igen, hogy a nevét azt még oké, okay, még tudom a, a játékosnak, illetve az edzőnek, tudom, hogy Attó. Tehát, hogyha azt fel tudná ismerni, hogy ha a játékos neve attóval egyenlő vagy tartalmazza, <kül> akkor azt automatikusan a. a a hatodik szlótra, illetve ötödik szlótra kerül, ha nullától számítjuk, és akkor ő így nem fog ugye látszódni. És ugyanezt meg lehetne a másik csapatba, csak ugye másik csapatnál. Hát, fe... nem tudom. Mi? Hát megjelent az Alert. Mi a baj? Ott van. Mi, mi a probléma? Ja, hát azt meg nem láttam. <laughs> meg azért egy, egy kasz közben ilyet nem játszunk. Tehát, hogyha ennyire, már bocsánat, nem, <laughs> nem értitek, hogy itt miről van tulajdonképpen szó, akkor uh, hát akkor ez nem scam, hanem ez igazából uh, a gondolkodás, meg a logikus gondolkodásnak a hiánya, de <laughs> költsétek nyugodtan. <laughs> Inni ittam, illetve nyomathatjátok a hangokat, nagyon, nagyon szívesen. Nem, a ott nem, nem én, de én nyúltam bele azért, hogy ne hatszlot legyen, meg ne legyen az ösztotból, mondjuk ne legyen az egyik a kócs, és egy, egy játékos meg kicsúszik, mert ez volt. Egy héttel ezelőtt, amikor ugye a Valve egy frissítésnek köszönhetően bevezette ezt a rendszert, megmutatom nektek, tehát ezt látják, és ez egy nagyon rossz megoldás, hogy ugye itt látszódik, mutatom nektek egérrel is, ugye ez itt egy edző, valami nem tudom, hogy van-e valami egyedi azonosítója, ugye én nem látom ennek a, tehát nem tudom, hogy pontosan milyen adatokat kér le, milyen paraméterei vannak egy, az egész skripten belül, a hadon belül egy-egy játékosnak. Tehát abból tudok dolgozni, ami, ami le van írva, és hát ugye, mivel akkor még, amikor ezt a hadot megcsináltak, nem volt ilyen kócsolós dolog, így tulajdonképpen még akkor valószínűleg nem volt létrehozva egy ilyen külön mező neki, vagy egy ilyen része a, egy player profilnak. Szóval a lényeg az, hogy hát ugye Ati is, meg itt most az enemiben is a Fett is bent van coachban, és ahogy látjátok, hát berakta őket kvázi a játékosok közé, ami így túl nem jó, és ez a Cségóban a valve úgy működött, hogy spectatorben voltak, tehát tök jól meg volt oda. minden, most nem tudom, hogy miért kellett így, tehát mint nem is ugyanazok csináltak volna, Állítólag amúgy nem ugyanazok csinálták, tehát egy külön fejlesztői gárdát. Hmm, hát, szia, Fuel, kicsit maradj még itt, és akkor kicsit pixeles. Hmm, nem tudom. Jó, hát mínusz három néző, akkor mínusz három néző, de én most mivel így, ez nem saját játék, tehát így ezt most nem fogom tudni tartani. Úgyhogy szóval a lényeg az, hogy nem tudom, miért gondolod pixelesnek, vagy melyik része pixeles, én nagyon szépen látom, ne. Tehát nem mondjuk változtas a felbontáson. 1080 p ben streamelek, és szerintem maga a felbontása izének a hátnak egyáltalán nem, de a játéknak sem. Nem tudom, mobilon nézett talán? Lehet, hogy ez túl kicsi, nem? Mobilom mobilon mondjuk én sem egy hádot, vagy nem nagyon szeretnék hátot olvasgatni. Hát, ja, igen. Kérdezd meg azokat, akik mondjuk esetleg számítógépen nézik, ott, ott, biztos élvezhető. Tehát én, amit látok, és az alap, alap méret, és visszajöttem úgy, és sajnos nem kellett belenyúlnom a, nem kellett belenyúlnom a dolgokba, úgyhogy visszatért, hát nem is tudom, zombi volt talán, aki AFK volt, vagy aki eltűnt a szerverről. A lényeg az, hogy most már itt van, és folytatódik a második körrel a, a, játék, és ugye a The Last Resort, a brit csapat, aki támadó oldalon, gépen élvezhető, köszönöm szépen, skate. Nem, gépen élvezhető sőt, mobilra sem. Akkor nézd meg, hogyha rákattint ez a videóra, akkor ott a fogaskerék ikonnál lehet, hogy a minőség az, hogyha automatikusan van, engem is néha megtréfál, mert hiába vagyok itthon, wifi-n, kurva gyors neten, valamiről automatikusan mégis ilyen 480 p állít be magának. Úgyhogy ilyenkor én kézzel szoktam az 1080 p P60-at beállítani, és akkor biztosan a legmagasabb felbontás lesz. Közben érkezik egy axx jut, és mert ben vannak amúgy szájton a T játékosok, fűha, és ennek valaki megint kihullott. Zsolti az, aki Zsoltinak vannak ezek szerint problémái. És hát ez így nem igazán lesz jó. Zsombi elhullik Fizi sőt fizetek meg van a második kill is. Bomba tovább ketyeg. És a 4 ez 5 2-ben kéne, hogy megoldja a csapat. A elhullik. És hát és sajnos így már nem sok esélye lesz Lancernek. Ekkor volt mondjuk. Úgyhogy most ebben a körben tudják majd venni. Hát ismételten egy, eset, hát ugye most már hát technikai szünet talán nincs, tehát most lehet, hogy uh, taktikai időkérésekkel tudják majd húzni. Nem tudom, hogy mi lehet uh, Zsoltinak a gépével. Zsolti az, aki ugye itt folyamatosan kiesik. Most ne tévessze meg senkit, hogy uh, a kiírás, tehát attól majd el fog tűnni, ugye ez itt a hádnak a, hát az a, az a részemben, hogy a kézzel kellett belenyúlni. Hát reméljük, hogy nem lesznek komolyabb problémák, mert az nem lenne jó a csapat szempontjából. És hát akár a végeredmény. Én legitudásom szerint, hogyha nem tér vissza, föladhatják, de le is játszhatják. Ö, hát igen, csak hát ugye a probléma az, hogy CT oldalon kezdtek pont, és még ha az nem, hogy a ct odat nyerték mondjuk 10-2-re, zsombiék, és utána maradnak 4 v ben akkor azt mondom, hogy 4 v ben igazából betámadni még nem is annyira, meg hát ugye összesen három kört kéne hozni, és a nyert pisztolykörrel igazából 11-2, tehát nem lenne esélytelen, de így, hogy rögtön a CT oldalnak a legelején esik ki Zsolti, aki ebben a pillanatban amúgy visszatért, reméljük, hogy nem internet problémák vannak, vagy, vagy számító problémák. És ne felejtsétek el, hogy kihangsúlyozom, hogy ezt követően folytatódik majd a stream. Settlers 2-el fogok jönni a mérkőzést követően, illetve hát persze a zombival készített interjút követően, már ha olyan lesz a mentál, meg nem lesz kiégve. De hát reméljük, hogy nem. És már is érkeznek a molotovok, illetve a füstök. Bizony-bizony Settlers 2, ugye múltkor már az első részével, illetve a Settlers 2 első pályájával már játszottam, és Zsolti közben... Elkerüli Adam GC t és oh, megvan ezáltal neki a fegyverzet. Föl tudta venni a... Oh, Ó, na! gb kell viszont válaszol rá, ez kellett mindenképpen. Ketten még, sőt, igazából van itt van a konnektor, és mit környékén? Egy bég Lurköt hagytak aki nem más, mint Big Un. Érkezik vissza. És úgy néz ki, hogy B felé fognak majd irányulni. Hát b a igazából ketten várjuk őket, Szelex, illetve Lancer is lent vannak, és hát GBK az van, aki a legmesszebb tartozkodik, hogy longot próbálja meg kipusolni. Információnak jó, de itt most egy 4 v kettő fog kialakulni majd, amint beérkeznek bére. A füst az jókor jött amúgy ki a CT-ktől, úgyhogy most hát egy prop flash, 44 másodperc ugye még van, de Bigunnak, ó, oh, Bigunnak be akad a második lancer, csak egyet tudott elhúzni, és ez megint egy 3v2, nem volt jó. Hát igazából lehet, hogy nem azon a pozíción kellett volna tartani őket, és GBK nagyon messze van, ezt nem hiszem, hogy zombi meg fogja próbálni. Így is van, ez ismét egy mentés lesz. 0-3 hamarosan a... <laughs> az interjút. Jó, rövidre fogom fogni. Zsombi, miért voltatok megint ilyen szar... Vagy mi... <laughs> Zsombi, le... ha nem nyertek, nem lesz interjú. <laughs> nem kritizálom természetesen, de hogy jönnék én ahhoz. <laughs> Eredjen borzón. Jó, ezt megmondom majd, hogy cset üzené neki, hát, hogy lehet, inkább kéne próbálkozni. Nem itt az. A, ö, zombi... zombi, <laughs> zombin, zombi múlna eddig a dolog. Hát mindenki amúgy abszolút konzisztensen lő. Egy, három, egy, kettő. Tehát ez, ez mindenkinek eddig a, a statja, és hát egy -e kör fog következni, 2000-ig vásárolták a csapatok. Érkezik egy füst, és Zsombi megpróbálja kitolni konnektor, csak hát a V.P. ott fogja várni, érkezett a néd, és Zsombi is húlik ebben a pillanatban. Unlucky. Ja, volt egy ilyen, igen, ezt elfelejtettük visszanézni, úgyse történik most igazából semmi. Hát Zsolti közben elhullott, annyi történt, úgyhogy Fizzi volt, aki szintén feliratkozott a killek listájára. Hát jó, de azért a Warzone nem már egy lapon a J-vel, tehát hogy eleve mechanikától kezdve szinte mindenben különbözik, tehát almát a dinnyével. Hát és az a helyzet, hogy itt most egy kicsit ilyen alma és dinnye, vagy, ja, Ja, hogy értem. Ja, hogy úgy azért menjem vorzonozni, hogy ja, értem, 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 értem. Okay. Oké. Oh, jó. Azt hittem, hogy hagyja abba a csét, és menjem borzonozni. Értem. Hát közben elszállít, az meg lett már a terroristáknak Edem lerakja a bombát. És a 5 3 megint mentik a CT-k. 4-0 lesz ezzel, és hát ez már, ez már tetemes előny, és... Na, GBK viszont tud válaszolni Bigunra, illetve Bigun el tudja csípni. Hát ezzel egy, egy darab fegyverünk ki, egy darab AK. Szóval, hát négy nyert körté oldalon ezen a pályán, ugye MR12-es lebonyolításban nem annyira rossz, sőt. Úgyhogy... úgy érzem nem, alakult túl jól az a, az a helyzet, sajnos. És Edem ráadásul meg közel van itt CT, illetve T-kezdőhöz. És gb el is tudta húzni, úgyhogy nem lesz kimentve. Érted, a talanszernek az AK-t. Uha, hogyha lemenne... Hát fizi, fizi lő. keményen, és még ellövi is. Ó, anyám. Azt nem értem. Ötödik kör. Igazából három fegyvert tudtunk volna menteni, és gyűjtöttük volna egy kicsit a pénzt, és megpróbálják gyorsan sortot kitolni a ct -k. Ő, hát a Molotov az jókor érkezett, vagy egy jó helyre érkezett, hogy a Koniban lőrkölő fizitől. És hát látják, hát de hát Edem látta, és kilógott Lanciának a táskája, na Zsolti végül is válaszol fizire. 4v4 ki királyt. Rámpa visszafut, illetve konnektor visszafut. Egy álszájt védőnk maradt zombi személyében, itt látjuk is a képen és longról érkeznek majd ketten is. Itt abszolút rájönnek, igazából letartják most konnektort, illetve B előtti részt. Kicsit infoznak, igazából teljesen, hogy mondjam, alap um, kollok vannak, illetve alap játszanak, illetve számomra is úgy tűnik, hogy, hogy nagyon tökre egyértelműek azok, amit igazából a The, The Last of csinál, tehát nincs agyatlan rohanás. Megvolt a nyitó, tehát mondjuk most volt rá válasz, oké, okay. Uh, és egy kicsit most kivárnak. Megnézik azt, hagynak egy bélőrköt, hagynak uh, egy konnektor, uh, illetve egy, egy játékost, aki ugye partiból figyeli konnektort, és többiek pedig uh, a pálya többi részén, és, és hát egy egyben viszont jók, úgyhogy Flicky és NMJC is megszerzi a maga kiét, és megint ketten maradunk, Zsolti, illetve Szelex, és akkor így szépen összeáll a kép, hogy jó, hát akkor mehetünk ára, mert mondjuk onnan kiesett egyet több ember. De ha van is ott valaki, akkor max. egye fogunk találkozni. Négyen berongyoltak, egy letatját. Tehát alapvetően lehet, hogy talán egy időkérés nem ártana a manager szervnek, és mondjuk átbeszélni azt, hogy um, nem, kéne, nem kéne erőltetni, ez a pusholni. Most is azt láttuk, hogy sorta nagyon gyorsan kitolták, Koniban is le akarták ketten tolni. Um, lehet, hogy ez annak az eredménye, vagy annak ö, köszönhető, hogy nyilván ja, azért 4-0-ban az ember egy kicsit úgy van vele, hogy jó, most akkor neki esik, aztán hadd szóljon. De, de, hát igen, ilyenkor kell talán egy időt kérni és megállt parancsolni. Na, Zsoltinak legalább egy kill beakad. Másban nem igazán fog próbálkozni. Két fegyverünk ki a téktől. De hát ami ennél ugye rosszabb hír, hogy 5-0 most már az állása a brit csapat számára. Hát nézzük a jó oldalát, hamarabb lesz Settlers 2, vagy ha valakit továbbra is Cség közvetítés érdekel, akkor ö, bele tud nézni az Airsport 1-nek a, a Ugye ma nekem ott volt például Custom, tehát ö, csak egy kis reklámot csináljak. Ö, és ugye most éppen a Complexity Falcons megy, és az első mapot már megnyerte a Complexity Falcons, pedig Overpasson ö, a Complexity ilyen már vezet. Úgyhogy ö, még esetleg abba bele tudtok majd nézni, de persze lesz majd ö, Settlers 2 is, hogyha esetleg az arra vagy a kíváncsiak. Érkezik egy B-execute, nagyon jó helyre ment. A Molotov Így is van. Lanszerte viszont megvan az első kill. Kiha, Fizzi viszont füstön keresztül zombit el tudta húzni. Úgyhogy megvan az egalizálás. És belenéz. Ú, meg volt a Miss. Na nice. végül is meg lett fliki, úgyhogy a vp is hullik. 4v3. Ketten itt van, érkeznek sorton. Hú, a vizet azt viszont hallották, sőt, most a le is bukta, ó, oh, egy nagyon szép fejes fizire, meg lett a második is, és Szelex végül is befejezi, megvan az első kör, és hárman is túléljük, nagyon szép volt. És egy újabb szünet. már most nézd ki, hogy nem technikai jellegű probléma megint, illetve hát. Oh, most a T oldalon esett ki Bigun. Lehet, hogy a szervere vannak amúgy problémák, mert ugye korábban már Zsolti esett ki két alkalommal is ugye a CT oldalról. Most pedig Bigun lépett le, vagy hát dobta le őt a szerver, úgyhogy lehet, hogy szerver problémák lesznek itt a fészítnél. És ugye arra volt már példa, bár akkor még ugye nem kezdett el a meccs, és még a meccs előtt váltottak szervert, tehát mentek egy, kértek egy másik szerót. Mm, nem tudom, hogy itt erre lenne amúgy lehetőség, hogyha mondjuk itt 5 nél már, hát ne, ne egyszer szerintem nem. Tehát ha már elkezdték, akkor, akkor ezen fogják befejezni. Úgyhogy a érkezik zombitól, uh, Zsombitól, Scorchtól, és mennek lefelé a bére. ban pedig igen agressíven midet már kitolták egy Flash társaságában. Nem biztos, érzem ez a ez mondjuk annyira jó, nézzük. Ó, Bigunnak meg van viszont Szelex. Megpróbálja Zsoltit elővetni Venizó, de a Zsoltinak sikerült végül is elkapnia, nem lőtte el magát az első shoulder, shoulder peakre. Az egy egyet végül Zsombi megnyeri, de Adam JC válaszol rá. 3v2-ben érkezhetnek a bombával. A csapattársak zárkozhatnak fel Adam JC mögé mellé. És hát a szájt ki van füstölve. És erre Zsolti nem fog számítani. Beérkezett már, nézzetek meg, Heaven alatt ott van már a játékos. Most kitáncol Edem. Lerakom pedig flikki, aki nagyon lobos, neki nem sok kéne ahhoz, hogy sebződjön, illetve meghalljon. És a Zsoltinak és GBK-nak kéne valamit kezdenie. Igen, azt a head, fú, volt ezt már láttuk. Több helyről is, de most a vízben nem tartozik senkit senkitve a rámpán és hát valószínűleg szépen ne fog ketyegni így az idő. Igaz, hogy van diffuse kitje mindkét CT játékosnak, de ezt nem fogják megpróbálni, úgyhogy a döntetlen most már megvan a The Last Resortnak, és hát zsombéknak pedig arra kell most már törekedniük, hogy a hátralévő köröket megnyerjék, És akkor nézzük a nyolcadik kört. Zsabiék most ö, fegyveres körön vannak. Ugye két kimentett. Ö... Puska is volt? Na, a Zsolt itt egy nagyon szép lövés volt. Konnektorban Fliki. az, aki meghalt. Most megvan az emberedőn, sőt, szelex félig, meddig vakon szerintem Bigunt is el tudta kapni. Úgyhogy megvan a kettős emberedőn. Nagyon rég nem volt ilyen, sőt, talán nem is volt még ilyen. fizi pedig felveszi a, a VP-t, ami konnektorban hullott, ugye? És szerintem nem jace t látta, és a James Botoló játékos itt lent Bén. Nincsen tag, Zsombi egy kicsit sebződött. Illetve voltam még Szelex is. Bélerakon. És hát, hát abc nem bújik Lancer. Jó le ugye itt a sortra érkező elem. jc t és Zsolti érkezett átba, és hát scope ráadásul. Nem is no GB-ke közben elhullik a de 4v2 van, úgyhogy most a kettős emberedőn továbbra is tart. Ajaj, 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 ajaj. jó. Ő Zsolti még nagyon. Milyen jó, köszönjük szépen Venizónak, hogy, hogy misszelt és nem tudta elsőre eltalálni Zsoltit. Aki így köszönte szépen, beúzta a két, és egyedül maradt Fizi. Egészen eddig a pillanatig, Szelextől egy gyönyörű szép fejes, és megvan a második köre is a Manager Selfnek. én szünet, és most nézem, hogy ki az, aki esetleg kiesett. Látni fogjuk, hogyha valaki nincs a szerverem. De lehet, hogy már visszatért, csak közben pont nem láttam. Um, Eddig is a technikai probléma van, és nyilatkozom, hogy itt a, a szerverrel lehetnek valóban ezek a problémák. Na és akkor érkezik a kilencedik kör, kettő hatos állásnál Manager Self szempontból, és megint agresszívebben Zsolt, illetve GBK is tolja kifele. Az a néd, az be fog találni, de pont lefele ment inkább, és popolna kifele a flashre. Hát gbk csak egy kire volt jó ez a pozíció. Venizó ott válaszolni, Zsolti viszont ellövi Venizót, csak neki most már azért hátra kéne húzódnia. a bombával, van ugyanakkor Flicky minden, uh, Miden. Úgyhogy ő nyilván nem is fogja most Zsoltira kitolni, hogy a bomba elhújjon, és jó pozícióban legyen. Kidob még uh, fl, fl, Flicky egy flasht. Panára. És hát nagy, abszolút türelmesen játszik Bigun. A CT füstöt megvárja, még elmegy, de hát most érkezett újabb. Ú, egy újabb. Uh, Szelekszter egy gyönyörű szép volt fizire. Lancer is válaszol, illetve beköszön Bigunnak. És egyedül maradt Flicky. Ráadásul egy AVP-vel, úgyhogy talán egy kire jó lesz, de amint előtte magát annak kezdve tudni fogják a srácok, hogy hogyan lehet elvenni tőle azt a VP-t. Idő ráadásul még van. Szia Magyar Ádám, tech barátnak hívnak. Amúgy Gábor. No, nem, 21 másodperc, hogy szépen lassan oldalazik be a szájtra. A Flicky, üha, szelekszel egy hatalmas egy fejes oszt ki, de Lancer jön még Monsterből, és tud rá válaszolni. Azért ez nem volt csúnya Flikytől itt a végén. Sinorban kettő körnél tartunk már, és most bizony t lesznek majd a, a, T csapat játékosai. Megvárják a nédet, sejtették, hogy ebből ugye, az előző körben is történt egy néded, ugye GBK jó voltából, és vissza is megy. Gyanítják ők is szerintem, hogy egy kis pisztolyokkal fognak érkezni, és hát nem kéne GBK-nak kiállni egyszerűen 1 4 ugye az öt darab glokkal szemben, illetve a tech okkal inkább. Egy darab glokkal és négy darab tech -9. És ez mindjárt meg fog indulni, majdnem ugye a mid vagy lehet, hogy csak halkabban fognak elindulni. Hamarosan válaszolok majd a kérdésekre, de most a kaszt. A, van a fő hangsúly. Hát ahhoz képest, hogy GBK azt mondta, hogy nem fog kiállni midre, végig is egy három behúz. Zsolti is besegít neki, és hát is Fizinek azért beakadt egy, de Zsolti a második kill Hát GBK és Zsolti lehozta ezt a kört, tulajdonképpen igaz, egy eco kör volt, nem volt annyira nehéz. És itt sorban jöttek. És kettő is meg volt, valahogy gyorsan egymás után beadhatta. Válaszolva a kérdésedre, a kedvenc játékom, hát elsősorban azért a C, meg bármelyik verziója, ugye éppen az aktuális népszerű verziója, de szeretek stratégiai játékok. Igazából konkrét kedvenc nincs, amit a streamémből kiemelnék, és ami, ami, nekem így nagyon-nagyon a szívem csücske volt, meg marad is szerintem, és a top 3-ban biztos benne van, de inkább kevesen, az a Black Tale sorozat, illetve hát ugye a, az Innocence, illetve a Requiem. Nekem ez nagyon adta, az nagyon, nagyon hangulatos volt, de hát uh, régen volt már, amikor azzal játszottam. De hát itt van a mi másik hangulatos játékunk, ami uh, több százezer, meg millió embernek a napjait keseríti, meg idegesíti föl, uh, összetört monitorokat köszönhetünk ennek a játéknak. Ez nem más, mint a Csé, és Zsolti nem fogja összetörni a monitort, lehet, hogy Bigun igen. Ó, oh, Zsoltinak ott van a második kill is, nagyon szép. GBK letartja, spotolta a támadó játékost, és hát Edemmel szemben nem lett meg. Érkezik be szájtra, az Zsombiter egy nagyon szép fejes, és a második már nem lesz meg. Flicky az, aki válaszol és tud trédelni a csapatására. és Lanszertről lekerül a bomba, Lancer-től egy gyönyörű szép néd volt, Eden marad egy életben, ő pedig szájton van, hát bankra fog kimenni, és valószínűleg ezt szerintem hogy már ki tudták matekozni a többiek. Le is tartják, és Lancer pedig befejezi a kört, úgyhogy három kimentett fegyver, VP, M4-ek, most még a ott van, de föl tudják szedni, és meg lesz az ötödik nyert kör és a Manager self Hát milyen lett volna, hogyha ez kicsit előbb indul, és mondjuk nem hat nyert körnél és akkor az utolsó kör következik, ugye, ami kitelt a téktől, azt venni kellett, meg tíz, galilok, hát leginkább ő galilok, és hát ö, eléggé szép utility, míg a ct azért a vásárláson nem volt probléma. Zsolti most nagyon érzi a játékot. A flikit tudja egy gyönyörű szép lövéssel elkapni, Bigun, illetve csapattársa is ott vannak amúgy még. Edemmel, Fizi, Lancer csipi meg, de Zsombi ez, aki trédel, öjjaj. Zsoltinak most volt egy miss AVP-vel, valamiért elváltunk pont. Üha ja, a konnektor tartja, és hát spotolja itt a koniból érkező játékost. Venizót. Ú, és beszorultak, mindkét irányból kapták, kapták ABC-ről is, kicsit megtúrja. Jó, ilyen túrja amúgy, Venizónak van összesen 45 hp még -ja. míg és GBK ugye majdnem 100%-os élettel rendelkezik. És a pedig ész rohan itt mit felől. Most már WC-ben van, de hát fönt van most már szájton. Szelex és megvan Szelexnek a kör. Úgyhogy ezzel 6-6 az állás és 6-6-tal fogunk így fordulni. Ebben nem volt olyan momentum, úgyhogy megnézzük akkor a korábbi visszajátszásokat. <hül> Mikor kezdtem a videózást? Hát a gamer is komolyabban vagy rendszeresebben azt a Covid idejével, de magát a csatornát, azt már 2018. december 30-a óta, úgyhogy már több mint 5 éve. Bizony. <kül> hát kb. új évkor ünnepli a csatorna a születésnapját mindig, úgyhogy hát a stream pedig próbálok azért minél jobb minőségben, magasabb szinten akár egy kasztról van szó, akár saját játékról, amikor én játszom, ugye ne felejtsetek, ezután Settlers 2 gameplay fog érkezni a második pályával, ugye ez is van 10, tehát igazából ez nem lesz olyan hosszú, mint a Settlers 1. Flicki közben sajnos megkezdi a kört, és... Oh, hú, hát elhullnak. nagyon gyorsan a magyar játékosok, és zsombi marad idő életben. És bombája sincs. Bomba, az hullott, konektorban. Úgyhogy ez így áll A The Last Resort elhúzza a pisztolykört, és ezzel visszaveszi a vezetést. Tehát eddig még a menedzser a ezen a mérkőzésen nem tudott vezetni, de hát ugye, ahogyan a legtöbb sportágban mondják is, a végén kell vezetni, amikor ugye vége van a mérkőzésnek, úgyhogy uh, még ez simán meg lehet. <tosz> 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 Szevasz Pite! <kül> Pont ittam. Igen, köszönöm szépen! Csak hogy halljátok is, hogy tényleg ittam. Na jó, akkor viszont még egyszer. De nem szabadám közé megzavarni a streamert, mert mondanom kell, beszélnem kell folyamatosan. Jaj, bocs. Ittam! Ez még büfé is volt. Tehát nem ne, ne, egy egészséges büfé, de Köszönöm szépen, hogy a hidratálás az meglegyen. Nagyon, nagyon, kedvesek vagytok. Na nézzük. Hát, forszolták. Uh, illetve nem, a ték nem forszolták, és a Flickinek meg is van rögtön a nyitó. Nézzük, hogy a menedzser tud-e válaszolni, Zsolti tud válaszolni, és igazából nem is nagyon kapott sebzést még. Szeretsz egy kicsit Uha, 75 hp re de ebben a pillanatban már nulla. Adam jön konnektorból és lerendezi Zsoltit is, GBK-t is, és Lancert is. Egy 4K-val jön Adam Az szép. 8-6. A hidatállás fontos, így van. Hát akkor is ittam. Az elsőnél ittam, és utána ittam. Jaj, réven is. Köszönöm. Na. Hallottátok ezt is? Büfögni nem tudnék, hogyha nem ittam volna, úgyhogy most látjátok. Na, ez halljátok. Az enyémet nem ittattak. Jó, akkor megiszom azt is. Na. És közben látjátok, mivel iszom, itt Adam JC meg beindul, aztán az előző 4 k most egy hozzápakol kettőt, tehát zsinorban mert hat kijött előtt a fiú. Nagyon megy az Ádámnak. Hát, már nem köztünk meg kéne, izé, kéne kirakni valahova, nem tudom, játszótérre, aztán ott izé rohadjon a nap, már hogy mi, nem. De hát sajnos ez van, nyilván más kávé ugye beszéltünk már. Szia lesz ki! Örülök, hogy köszöntötted Krulit. <laughs> Hello. Oh, ja. De legalább ez szoros. Tehát ugye a korábbi meccseken, volt 11-13 lett a végeredmény, ugye mindig az enemi csapatnak a számára, illetve az oldalára azért ott elmondható volt, azért nagyon kellett kapaszkodni a zsombiéknak, és, és nagyobb hátrányt kellett ledolgozni. Itt alapvetően a 6 hat os fordulás az ugye nem egyáltalán nem hátrány, viszont tegyük hozzá, hogy azért overpasszon 6 kört megnyerni T oldalon az nem rossz, és ott kivédekezni pedig azért könnyebb lesz, és hát ezt látjuk is, hogy a, a Bridge brit csapat egyelőre maga biztosan védekezik. Jól vagytok? Jól vagytok te? Réven amúgy hogy vagy? Meg Pitegorász, te jól érzed magad? Hát. A Manage Yourself nem érzi jól magát, az száz az százalékig biztos. 96 <laughs> ez ki magad? Mondtad, hogy nagyon bepunnyadtál. Vagy a, az ágyból nézed az, az a izét a közvetítés telefonon, és marty, vagy mi? Ja. Hét fű van, hogy. Vagy... Hát igen, ez még egy szomorú írgem. Azoknak, akik dolgoznak, mondjuk akik susuba járnak, azoknak is nyilván. De ezek, akik most szereztek frissen diplomát, ugye? Susu, igen. <laughs> Na, Lancer-nál azért ott van a nyitó, ne felejtsük közben el, ez Zsolti elhullik egyből, Bigum válaszol. Hát Bigunál ott van, igen kis fegyerekkel ugye, hát ekkó körben próbálkoztak. Zsoltinak amúgy van 14 killje, az, az, azért az mondjuk nagyon szép, igaz, a legtöbbet ugye vp vel szerezte. De volt egy nagyon szép pár köre ugye még CT oldalon, de hát nagyon szép körei vannak a CT-knek most ezen az oldalon és a, fordulás követően, úgyhogy 10-6, a Manager időt kér, nem tudom, nem tudom minek már, De nézzük, amúgy már Settlers kettőt szeretnének nézni, de mindenképpen kíváncsiak, ugye Zsombinak az interjú erre megkérdezem tőle, hogy miért ilyen kutya, vagy miért, ilyen, miért ennyire szerencsétlenek, hogy sose jön össze. Kíváncsiak! Nem. A telepesek már készen vannak. Ready, ready vannak, úgyhogy ők nem sokára jönnek, és hát megpróbálom majd azért. Hát a második pálya, bevallom őszintén, azt is már végigjátszottam még a jó múltkor, miután felraktam a Setters 2 Az első kettő mapot néztem meg, és nem lesz az se bonyolult amúgy, úgyhogy én azt állom hogy a 2 hogy, hogy lényegesen rövidebb idő alatt végig lehet majd játszani, és hát hogy gameplayeket is néztem, hát fele annyi idő alatt minimum, de lehet, hogy még annál is kevesebb, úgyhogy én nagyon remélem, hogy... <laughs> Az kéne csak! <gül> Tíz! <gül> Olyan pályákon is játszanak, ilyen... Hogy hívják pályákon? Ilyen nézők mi ez a... Ai, műhely, műhely pályákon is fognak majd játszani. Úgyhogy mind a hét mapot végigjátszották. Hát nem tudom. Brit. <laughs> Ennyi. Flicky. Flicky és Zsombi találkozója volt teljesen itt a teljesen hülyegen. Zsombi belenézett Frikinek az avp éve és hát egy perc még van az órán, nem kell esélyetni a Manage yourself Csak nem, hogy az legyen belőle, hogy kifutnak az időből, de ugye majdnem folyamán egyen Láthatok már ilyen köröket mouse oldalon, illetve mouse mérkőzésén, nem biztos, hogy pont a mouse oldalán volt. úlan uh, gyönyörű szép fejes, és ott van még kettő ki, rögtön követi őket. Hát így kellett volna eddig is játszani. Szelex, illetve GBK is megköszön, és GBK pedig befejezi. Na, jó reggelt. Hát, egy visszajátszásra ráfér az összes fontos kill. Tessék, majdnem a ha, utolsó is. Nincs még minden veszve, vagy semmi sem, vagy valami, <laughs> hiszen 7-10. Talán megvan a titok nyitja most már. Ádámot kell az elején kiiktatni valahogy, az, az őrült, gyere őrült, egy kis EDDA számot be kell neki nyomni, és akkor ő, ő megy az patakiatil a hívó szavára, és Ádám tolja kifelé. Hát most úgy néz ki, hogy Ádám, hát pont nem fog találkozni igazából senkivel, mert ő WC-vel kandikál kifelejé, illetve egy szóval és érkezik fölfelé a csapattársa Fiki is, vagy Flicky. Ilyen nevet, Flicky. És hát fizinek van meg, Szelex. Nyitó, úgyhogy nem kezdődik jól ez a kör. De talán az előző is így kezdődött egy, egy CT nyitóval, és utána pedig jött a válasz ugye Edemre, Nem, tudom, hogy esetleg a feje búbja, vagy nagy, nagy füle haja kilógott -e a, a sorton lévő játékosunknak. Ugye ez GBK volt. Ez a bombával de nem biztos, hogy neki kéne egyedül maradni ott rövid csőben. Hmm. Na, hát lassabb kör. Az előző is egy lassú kör volt, úgyhogy hogy uh, nagyon jó pozíciója sajnos Fizinek, amit meg fogja látni, ebben a is hullik Lancer pozíciót vált, 33 másodperc, 3v5. Hát, uh, lehet, hogy... Ó, oh, na! GBK-tól, ez bemegy a szilveszteribe. Sőt, ott van GBK-tól a második kill is, meg van az ekalizálás nagyon gyorsan, de 22 másodperc van az órán. Menni kell, ó, wow, volt Zsolti, nagyon jó jött Bigun is elhullik. Flicky viszont kiszedi Heavenből zombit, aki shortról érkezett volna, Zsolti pedig közben 20 HP-val érkezik befelé. GBK társaságában B site Bomba lekerül, kérdés, hogy számítanak ez űrült Ádámra. Nem, már most már igen, és eddig tartott, ez volt hiába tartotta le. szedd föl, ne, ez jó, van akkor. Hát. Ez hát, hogy Attinak be kéne szállni a hatodik Ha már végül is ugye hatan vannak, mutatom nektek, tehát ez a valve az új fejlesztés, hogy bekerült a játékosok közé a két kócs. Úgyhogy köszönöm minden kaszter nevében is, hogy én csodálatos újítást bevezettek. A kócsoknak ez nagyon jó, mert tudják nézni végre a meccseket, csak ennek nem annyira, mert nekem így kézzel kellett mainálni a scriptet, meg kell minden egyes mérkőzés előtt, de hát ez legyen a legkevesebb, ezt nagyon szívesen megteszem a csapatért, csak hát a csapat is tegye már, meg értünk azt, hogy nyer végre egy mérkőzést, kedves nézőkért értem, hogyha nem is értem, de tényleg akkor értetek legalább, hiszen hétről hétre itt vagyunk egyre többen, és én azért nagyon hálás vagyok. Mert nyilván a Settlerszek jobban kívánc, kíváncsiak vagytok, mint a... Az esőára ebben biztos vagyok, de na, de azért zombiéknek is. Főleg az intermediétes menetelést követően azért ez valahol ez kicsit talán szomorú, Szelex! Ott a fejes, beadta. Szar ez a játék, ugye? Várj valami a chatot. Jó, várj. Nem olvastam chatot, bocs. nem, nincsenek rossz lig ligában, szavastiga. <laughs> Van, hogy nyernek, de akkor az enemi nem jött el. <laughs> hmm. Hát eddig 5 lúz, egy, egy FFV, és úgy néz ki, hogy ez lesz a hatodik lúz. Úgyhogy, hát nem. Hát ez a hetedik meccs de a, az egyik az ugye ott, ott, nem jött meg, ez nem úgy, hogy hét meccsben, nem nézhettél bele. Ja, tehát belenézhettél hét de az egyik az nem kezdődött el. Ez meg hamarosan befejeződik, mert Bigun két kill is hozzájárul a csapatának a sikeréhez. És hát Zsolti meg Scorch még beszúrt egyet-egyet, de Fizi jött végül, és végzett a teljes T-csapattal, és mappontom van, illetve mérkőzés ponton ezzel a The Last Resort. Hát, nagyon néz ki a sor, hogy egy 11-13, aztán egy ilyen 7-8-13, aztán megint egy 11-13. Úgyhogy lehet, hogy most ez a soron következő mérkőzés is. Én hiszek, én, én abszolút hiszek, lehet, hogy ők nem hisznek eléggé magukban. <laughs> hát, ez van. Más kávéhez fogjuk rá erre, tudjuk be ennek, hiszen nem, beszél, nem rossz játékosokról beszélünk egyáltalán. Mások az is, mert zombi, zombi, miért mondok mindig zombi? Zombi az én saját edzőm is, de soha jó nem, nem beszélek haza. Öm, már nem olyan edző, az e -sport edző. És, ó, á, a Esport edz és uff. nem a legjobb timinggal jön le. Na végre ez az. a zombi is a legjobb timinggal néz ki, amikor Ádám a fenekét mutatja. Ja, Uh, hát figyelj, hogyha 4V2-ben Zsolti és Szerex lehozza, akkor tettem már egy ilyen kijelentést, azt akkor buktam. Uh, ezt szerintem most nem vállalok meg kockázatot azzal, ha azt mondom, hogy, <laughs> hogy innen, innen, nem lesz meg. És amitől tartok, hogy nem sokára vége lesz az adásnak, és nem fogjuk látni hogy az utolsó killeket, mert ugyanis nem csak a coach rendszert vezette be a face-it, hanem újfent, az is történik, a legutóbbi két mérkőzésem hogy ö, amikor véget ér a mérkőzés, na Zsoltitól egy fejes flikire, az nagyon szép volt, de amikor véget ér a mérkőzés, ugye 90 es delay van, akkor ö, nem várja be a 90 mondjuk most már itt 028 a, számlánon, számlánón, tehát és lehet, hogy ezen valamit hegeztettek, de bármikor véget érhet. Tehát nem biztos, hogy fogjuk látni, hogy igazából az utolsó, illetve hát, ha véget ér, akkor tudjuk, hogy kikapott a, a manager self, Zsoltinál, ott van aki, a ki, a, halál, szelex. Nem, nem, hát nem, mert most akkor valamiért nem lőtték le, ennyi, nem tudom, az elmúlt két mérkőzésem pedig pedig igen. Még se, undukó, hát sajnos ez ilyen, ilyen ez a sportág. Egyszer fent, egyszer lent, Itt Zsolti még beköszönt egy nagyon szépet, és hát. Sajnos nem jött össze a, a, a dolog. Mi ez itt? Stream Deck a Discordhoz kér hozzáférést. Kérje hozzáférést. Ő nem. Na, itt van Zsombor úr velem DC-n, úgyhogy megkérdezzük arról, hogy mi, mi is történt. Szia Zsombi! Jaj, eltűnt. Nem, most már itt vagy. Helló, helló! Um, hát most egy, uh, ismét egy, egy kicsit nagyobb... Uh, eddig úgy néz ki ugye a, 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 ez a szezon, hogy hogy vannak szoros mérkőzések, szinte mindegyik minden, minden második ugye ilyen 11-13, és tök kembekek vannak. itt, most, itt most ugye a legszorosabb ugye a fordulásnál volt. hogy láttad belülről, hogy érezted a mérkőzést? Milyen volt most a, a csapatnak a, a morája? Ugye múltkor itt voltak ezzel kapcsolatosan ilyen, amit megbeszéltetek. Hogy érezted most a csapatra, a, -e az a hozzáállás, ami, ami szerinted oké és kell egy ilyen meccshez? Ja, 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 szerintem alapvetően egyébként jó volt, nagyon szarul indultunk, mert uh, Zsoltán a kurva magas rossza volt, úgyhogy azért volt ez a nagyon technikai zás, mert nem tudom, rútert indított újra, meg még egyszer, akkor kidobta az anti cheat utána nem tudom, amúgy az enemy tök jó fel volt, mert kértek nekünk technikait is. Oh. Csak hát azért így, így, nyilván szar belemenni a meccsbe, hogy akkor először azon izgulsz, hogy rosszolni fogsz, aztán azon izgulsz, hogy most jó lesz, áll, aztán meg már kiestél igazából az egészből. Mm. Hát ez nyilván ilyen online, online történetekhez bármikor hozzátartozik, úgyhogy ez nem kifogás, csak igazából kontextus. Aztán a CT fél időbe szépen vissza tudtunk jönni, én szerintem a T-be meg, hát most így hirtelen nem tudok rá reflektálni, mi történt, mert sokszor úgy alakult a szitu, hogy amúgy viszonylag messze volt így a, 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 körcsapás irányától, amit most így érzek, hogy elég sok kört kóloltam b -re de igazából nem tudom, ezt, ezt éreztem valahogy így a jobb meglátásnak, de nagyon ráálltak, és, és igazából szét, szét szarintottak minket ott, úgyhogy ez van. De azt majd nyilván meg kell nézni, hogy ott mit lehetett volna jobban csinálni, meg hogy kellett volna jobban csinálni, de úgy alapvetően kés volt szerintem most már így a dolog, tehát most, most ez talán úgy a nem tudom, két-három game múlta az első, első olyan voltam volt, amire azt mondom, hogy amúgy így, így nyilván kikapni, uh -huh. de, de így kikapni oké, és részemről uh -huh. legalábbis. Abszolút, és uh, amúgy, tehát jól ment a játék, és hogy elnéztem, igazából még nagyon a killekkel sem volt, és probléma, tehát nem volt az, hogy valakinek a testetben nem adta volna, és amúgy Zsoltinak se látszott meg a, a, játéken, sőt, hát uh, ugye a fordulása 10-11 nehányban lőtte magát, ugye ott uh, nagyon sok VP kill szerzett a, a, CT oldalon. É, itt többen értek, hogy a cseten, uh, jó, megnevezem, Krulé és Leszki is, hogy többet kéne Zsombinak uh, ismét vorzónoznia mert akkor jobban megy neki a csé is. <laughs> Szerintem itt azért nem... A fájokat meg három meccsen én pakoltam, a úrva fáradt vagyok, úgyhogy ez Persze, jó, ezt nyilván csak viccezésből írták. és szeretetből, úgyhogy hát sokan szurkoltak, és ki, azt mondják róla, hogy kifogás.txt. én legalább nem kőbányait iszok. <laughs> <Sórolja te> is. <laughs> így van, így van. Na, jó, szépen, szépen, így van, nem egymásnak. Hát a következő mérkőzés az ugye ezen a héten csütörtökön lesz, ha minden igaz, ha nem fog változni. A Dom Tovarovi ellen, akiket most ahogy nézem fészíten, ugye, hogyha ilyen piros izében van a nevük ilyen hashtag számmal, az azt jelenti, hogy akkor azok úgy nagyon jók, mert ilyen nagyon... Igen, az egyik az, az 86 van mellette konkrétan, meg 197, 311, úgyhogy Komoly ellenfél következik, tehát nem tudom, amúgy ez így, nem az volt ugye az intermediate hogy hogy ugye úgy kapjátok az enemiket, hogy Hogyha mondjuk több lossot volt, akkor olyan ami jöhet, akinek szintén hasonló eredmény, mert nekem most úgy tűnik, akár a mai ellenfél esetében is, de Hát nem tudom, hogy a tovarovi hogyan szerepel, de gyanítom, hogy azért ilyen játékosokkal nem hiszem, hogy öt losszal érkeztek mondjuk ide Vagy fognak érni egyébként ja, uh -huh valószínűleg akkor kaptuk őket, amikor három lúzunk volt, hogy fogalmam nincs igazi Ja, mert korábban a sorsolja, igen. Mm. Ja, nem tudom. Az, az, fix, hogy amúgy a sorsoláson nincs szerencsénk, de mm -hmm. amúgy, tehát, hogy, hogy mondjam, amúgy nem annyira jók ezek a csapatok, mint amennyire sokat lúzolunk, hanem, mm -hmm. hanem most nekünk szerintem az elmúlt négy meccsünk az olyan szinten op volt, hogy hagyjuk is, tehát egy mm -hmm. kb. Nem azt akarom mondani, hogy nem releváns, de, de <laughs> tehát hogy, hogy az egy mély pont, mély pont volt, most talán ebből elkezdtünk kijönni, majd meglátjuk, de ez ilyen, tehát hogy ez, ez most nyilván benne van bármilyen Team Counter strike vagy nem Team Counter Strike-ba, that's it. Ja. Hát reméljük, hogy akkor csütörtökön sikerül a javítás, hogy itt azt nem talán lesz, kivel beszéltem még a mai egy kasznál, hogy nem tudom, hogy arra azt, hogy számogattátok én, -e, mert nyilván azért maradni, amiben szeretnétek, de ugye ezt még beszéltük Messengeren, hogy azért innen kiesni is ki lehet, de erről ne is beszéljünk, ezt csak azért említem meg, hogy, hogy azért azt, hogy nagyjából számoltátok-e, hogy, hogy hány vin kell ahhoz, hogy, hogy amiatt mondjuk ne kelljen aggódni, hogy... hogy felmerült négy vagy hat, nem tudom megmondani, oh. megmondom uh -huh. őszintén, hogy én emiatt nem izgudok, tehát azt nem hiszem, hogy nehézség intermediátből bármikor vissza, visszamászni ide. Igaz. Ö, nem tudom, tehát hogy most, de nem hiszem, nem hiszem, vagy nem, nem aggódom ezen igazából, uh -huh. de lehet egy kicsit azért, mert nem úgy leiszarom, hogy nem foglalkoztat, mármint hogy Érted? Tehát, hogy, hogy nem érdekel, hanem hogy, hogy, egyszerűen nem akarom ezt a nyomást, én most itt van érezni, mert, mert érezz, lehet, hogy bárki érezze. ezt, még lesz a vége fele, hogyha necces a történet. Az is oké, okay, és that's life. Nem Meg első szezon, tehát azért azt mondtad te is, hogy most ebben a szezonban még az is egy kb. egy feladat, vagy egy ilyen challenge, hogy megnézzetek, hogy milyen maga, hiszen ugye itt még, ha jól tudom, még nem szerepeltetek korábban. Vagy nem tudom, hogy többi csapatás más csapatokkal, vagy megfordult -e már ilyen erősségű uh, erőségű csapatok ellen, úgyhogy ez igazából felfogható tényleg úgy is, hogy most belekóstoltatok, lehet, hogy a jövő év szezon az egy kicsit felszívás lesz, már hogy úgy felszívás, hogy magatokat szívjátok fel, és, uh, és, utána, utána meg már nagyobb rutinnal tértek vissza. Uh, de ez még úgyis is messze van, még akkor erről ne beszéljünk. Uh, csütörtökön akkor találkozunk, és uh, addig, addig jó felkészülést kívánok, hogyha lesz lehetőségetek, vagy meg jó pihit is. És a nézők nevében köszönöm a, a az interjút is. Mi pedig köszönjük szépen a kasztot, meg a drukkolás, srácok. További szép kőbánya és estéket. <laughs> Sziasztok! Ciao, ciao, szia! Nú, köszi. <gül> <gül> Ez korcsika. Hát igen, sorsolás sose volt szerencse, és hát nem tudom, tehát pfú. 828, 86, 311, 381 197 a rangsorolása ezeknek a játékosoknak, a Dom Tova, micsoda, a Tovarovi. Na, mehet már a Settlers, igen, mindjárt jön a Settlers. <laughs> Úgyhogy nem lesz egyszerű ez a csütörtöki nap sem, szerintem. De, na, ha fantasztikus, hatalmas, hát színvonalát tekintve azért nem olyan mérkőzések természetesen, de hát megy az esport egyen is ilyen valami lengyel kisvárosból, ilyen, ilyen bányászvárosba, éppen egy ilyen, ezért egy ilyen, tornateremben összezavartak pár játékost, és most azokat így játszadoznak valamit csét. <kül> Ugye a katowicei AIM uh, Intel Extreme Masters uh, katowicei versenyéről van szó. Uh, viccet félretéve nagyon komoly mérkőzések vannak ott is, úgyhogy aki teheti, az uh, egész héten kövesse nyomon, uh, illetve kövesse az esport egy tévét, hiszen nem csak miattam, uh, de nagyon jó mérkőzések vannak, és hát ugye például pont a mai nap folyamán szerencsém volt pont lesz kivel kasztolni, egy 2 0 ás mouse győzelmet, ami ilyen úgy izgalmas volt a Game Legion ellen, úgyhogy és most már egyre izgalmasabb ö, ö, mérkőzések következnek, főleg, hogy kiesnek azok a gyengébb csapatok, mint például a Vitality, ugye világ elsőként a mai nap folyamán, az mondjuk eléggé meglepő volt, úgyhogy ö... <laughs> ja, meg hát nézed majd a vizes VB-t ugye a volt, tehát hogy minek mennél ki ugye a döntőre. Úgyhogy igen, lesz ki, ha is oda mennek Nászútra majd a hétvégén, úgyhogy lesz majd bejelentkezésük, úgy tudom, a, a mézes napokról. Vagy, igen. <laughs> ja, nem is tudom, hogy kire, kire legyek féltékeny a fenébe. Meg hát, hogy találkozhatok mondjuk Donkkal is például, a, a, nagy, a nagy, és híres hírhetet. Lehet, hogy pár jön tényleg szimpli magasságokat, vagy akár még nagyobb magasságokat elérő orosz játékossal. Hát, angolul nem biztos, hogy tudtok vele majd beszélni, ha esetleg lehetőségetek lesz rá, de, de igen, szóval jó utat meg magatokra egymásra, és hát biztos, biztos egy élmény lesz, még élőben én nem voltam ilyen sem. Hát jó, a Gamerland, de azért ott arányaiban egy kicsit kevesebb. A játék minősége az ugyanolyan, mint egy, egy ilyen elődöntő döntőn, vagy egy Blaston, de igen, kevesebb néző volt egy picivel a Gamerlandben. De majdnem, majd, de majdnem tele volt minden szófa. Úgyhogy... kezeket a így van. Hát jó, hát persze itt ugye eljátszak azt, hogy most itt megy a, a beszólogatás, meg majd úgy közben így, de azt már várják, már biztos várják, és közben majd izé hullanak a falevelek, forog a kamera, és ők meg izé kézen fogva a katovicei éjszakában. Na, így van, ilyenek a csajok, amúgy ezzel egyetértek. Na, öm... Nem rédelek most senkit, mert ugye Settlers következik, ugye a délutáni mérkőzés miatt úgy terveztem, hogy a Settlerset már elkezdem korábban, csak ezt nem eszembe jutott, hogy hát ma kasztolok. Sőt, igazából ugye majd a héten még velem, ha érdekel bárkit is, ugye itt majd nyilván még ez a csütörtöki nap folyamán találkoztok. Szerdán szerintem lesz saját stream, ugyanúgy, akkor rég StumbleGuys-oztunk, úgyhogy lehet, hogy lesz nézőjáték, és én is fogok csézni. Még én minden nap csézek, de én inkább azt nem osztanám meg. A, a, tehát heti egyet megosztok szívesen, de a többit nem, mert fú, nem, nem kiégek. És ö, pénteken pedig ugye, a pénteken, ja igen, pénteken viszont lehet, hogy dupla kasztom lesz, úgyhogy lehet, hogy fú, nem tudom, lehet, hogy szerdára átteszem a Tomb Raider 3 biztos, ami biztos. Um, és akkor meglátjuk, hogy a pénteki nap hogy alakul, és lehet, hogy inkább utána lesz egy kis csézés, mert az ugye igazából kötetlen. No, érve. Én akkor csak, és úgy nem lehet. De minek mi? Ar arra vagyunk, hogy csíze. Ja, arra vagytok. Hát azt én elhiszem, hogy arra vagytok. Később megyek majd még, de most tényleg Settlers fog következni, úgyhogy akit érdekel, so az egyhez képest fény jobb. És ugye a múlt héten már az első pályát végig is vittem, a második se lesz annyira vészesen hosszú, úgyhogy szerintem nem kell szenvedni, és most már van egy egész jó zenéje is, meg változatos a playlist, hát nem csinyogatós, vagy hogy mi ez a nem, nem mi ez a csinyaság? Csinyaságok, igen, száll, olyan szinteket nem ér el, de hát ugye 16 biten készült a, a muzsika. Csúnyaságok, csúnyaságok. <laughs> csúnyaságok. Szóval azt a szintet azért súrolja, de alulról a, a Setters 2-nek a zenélye, de de én nagyon élem, meg nagyon adtam, és nekem, nekem nagyon bejött. Meg azok a kis apróságok, hogy a, a figurák, akik ugye viszik a cuccokat, és ugye éppen nem tudom, két zászló között, az egyik az ugró a másik az uh, rágógumit fúj, igaz, hogy egyiket csak találtak meg fel a rómaiak korában. Szerintem az ugró talán igen, mert azt végig az egy darab kötél kellett, de hogy rágógumit még nem nagyon rágtak a rómaiak, szerintem az is biztos, de hát fene végig is. Az együttomiak építették azokat a a építményeket, Végül is rágógumit is miért ne volna? Azt is hozták az ufók. A turbó rágógumit. No. E, hát zombiéknak a, a vereségével búcsúzom átmenetileg, illetve csak a kasztól, és egy kis szünetet követően akkor jön a Settlers 2, átírom gyorsan a streamnek a címét, és már is folytatjuk, remélem minden többen még itt marad. Na, ránézek, ezt már fele ember kim. Hát, jó van, akkor elmentek ti a ja. Menjetek akkor eSport egy tévét nézni, de amúgy tényleg menjetek, mert, mert lehet, hogy már azóta befejeződött a Falcons meccse, nem tudom, ránézek, mellettek ránézek, hogy Hogy áll a Falcons, ugye, második pálya volt és az elsőt, jaj, na Ó, Persze, megérkezett a Tipmix Pro, köszi hát Lehet, hogy a HLTV-re gyorsabban fölmegyek, aztán megmondom nektek onnan Az a fire megnyerte az első mapot a... Hoppá, én vezet a Navi ellen. A Falcons pedig a Complexity 13-5-re? Haló! Azt Mi történt ott? Mi? Az igen. Hát ugye nézem én is azt. Nem, nem, megyünk, megyünk uh, -ezni. Az nagyon komoly, és a Navi pedig ugye szintén... Hát eddig uh, meglepetés abszolút. Én az azt gondolom, hogy a Falconsnak a... Vagy hát meglepetés, nem tudom. Igazából, de hát azért a komplexit győzelmét vártam volna, és ez még nyilván meg is lehet, de, de nem 2-0-al fogják ezt bezsebelni a bezsebelik, hanem, hanem minimum egy 2-1. És egy nagyon sima uh, második map lehetett, tehát 13-5. Úgyhogy az, az, nagyon komoly. A Navi pedig kikapott az első mapon. És, és, hát most egy 0 vezet Mirázson, amire ah, igen, a saját, tehát a saját mapján nyert az itten a Fire, most a Mirázson játszik a hát tip tipik Mirázs ukrán-orosz map. Na, jó, nem? Nem ukránozunk, meg nem oroszozunk. No, Ö, ezt bezárom, ezt nem, mondom, bezárom. És köszi még egyszer a figyelmet, Szetlerszel folytatódik a mai nap. Egy pár percen belül. Hali, hali.